Megérkezett csütörtökön a Mikulás tortára is. A művelődési otthonban összesen 110 gyermek kapott csomagot. Karácsonyi dísz, chips, sós pálca, szaloncukor, plazma, ez van. A legkisebbeknek kivitték a csomagokat, a kicsit nagyobbak pedig a Juhász zenekar ajándékkoncertjének végén a Mikulástól vehették át a csomagot. Volt, aki szavalt, a többség pedig élvezte a dalokat. Itt voltunk a koncerten, ami nagyon-nagyon jó volt, és szerintem fontos, hogy a gyerekeket egy kicsit inspirálja ez a koncert, ne csak a csomagosztás legyen az elsődleges, és nagyon szépen köszönjük a helyi közösségnek és a támogatóknak. Már hagyomány, hogy a Juhász zenekar karácsonytáján gyermekkoncerteket tart vajdaság szerte. Olyan dalokat, olyan szokásokat visznek a színpadra, amelyek a karácsonyhoz kötődnek. A gyerekeket megpróbáljuk arra irányítani, hogy a hagyományaikat tiszteljék, hiszen ilyenkor télen is rengeteg népszokás van, rengeteg olyan dolog van, ami valamikor élő volt a falvakban, most már viszont nem. Itt például Tordán ugye a medvetáncoltatás, ami egy érdekes dolog volt, hogy néhány évtizeddel ezelőtt még a faluban még medvetáncoltatók jártak. Most már ezt ilyen gyerekkoncertek formájában lehet visszahozni. Torda is egy fogyatkozó bánáti közösség, de a megmaradásért folyó küzdelmük és a kitartásuk példaértékű. Örülünk annak, hogy a gyerekek mosolyognak, énekelnek, tapsolnak, öröm sugárzik az arcukból, és az, hogy mindig 110 gyereknek adunk csomagot, ezért mindig nagyon sokat jelent a számunkra, még mindig azt bizonyítja, hogy ez a falu él. A helyi Ady Endre általános iskolának 111 tanulója van. Ebben a tanévben egyetlen gyereket sem írattak ki az intézményből elköltözés miatt. Az óvoda két csoportjában pedig az óvónők 20 óvodással foglalkoznak.